Székesfehérváron 2011-ben 15 szervezet fogott össze, és 20 helyszínen 55 program szervezésében működtek együtt. Az összefogás sikeres volt, hiszen több mint 4000-en vettek részt a programokon, melyeket kizárólag karszalaggal lehetett látogatni. A 6 éves kor felett kötelező szalagok ára 200 forint volt, az ebből befolyt összeg jótékony célt szolgál. Az összeget a Fejér megyei Gyermekvédelmi Központnak ajánlották fel a szervezők, az adományt Spányi Antal megyés püspök adta át. Öröm volt, amikor abba elhatározásra jutottunk, hogy ezt az összeget, amit a felajánlásokból, adományokból tudtunk összegyűjteni a különböző helyszíneken, ezt azoknak a gyerekeknek adjuk tovább, azok felé továbbítjuk ezt, akik állami gondozásban élnek. Már második ízben részesülhetnek ennek köszönhetően kulturális élményekben a központ gondozásában álló gyermekek. Ez nekünk a gyerekek személyiség fejlődésében óriási segítséget fog nyújtani, hiszen olyan értékeivel ismerkedhetnek meg akár a művészetnek, akár a történelemnek, egy sajátos, egy egészen más formájában, mint amit esetleg iskolában a könyvből megtanulnak. Varga Tamás, a Fejér megyei közgyűlés elnöke üdvözli a példaértékű összefogást, mely, ahogy fogalmazza, a város gyermekeit segíti. Ez az összeg, amit a karszalagok eladásából befolyt, ez egy hatalmas segítség a Fejér megyei Gyermekvédelmi Központban élő gyermekek számára. Azoknak a gyermekeknek, akik nem hagyományos családban, hanem mi nagy családunkban nőnek és nevelkednek. Több mint 800 ezer forint gyűlt össze az idei múzeumok éjszakáján. Ennek köszönhetően idén ősszel 130 gyermek vehet részt kulturális programokon.